Köszöntöm Önöket, ez a Color TV híradója április 11-én csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Elkészült a Tóth Árpád út, a Kazincin pedig már aszfaltoznak. Jubileum. 10 éve gondoskodik a fogyatékkal élő fiatalokról a Kincsem napközi. Képekkel ír történetet, megnyílt Szatmári Király Ádám fotóművész tárlata. Már új úton járnak azok az autósok, akik a Tóth Árpád úton közlekednek. A hét első felében ugyanis új aszfalt került a teljes szakaszra. Mától ugyanezek a munkák zajlanak az új kazinci városrészen. Ott a tervek szerint jövő hét közepéig fejeződik be az aszfaltozás. Bár a munkák fennakadással járnak, de a végeredmény jelentős minőségbeli javulást hoz majd a közlekedésben. Munkagépek dolgoznak az új Kazinc városrészen. Csak itt másfél kilométer útra kerül új aszfalt. A mai napon a 26-os úttal párhuzamosan a Szemere Bertalan téren és a Vasvári Pál téren kerül új burkolat az útra. A munkát 5 ütemben végzi a kivitelező. A tervek szerint pénteken a Tököli és a Deák melletti utat burkolják majd, azután jövő héten hétfőn, kedden és szerdán folytatódik a munka. Minden nap egy-egy újabb szakaszra kerül új aszfalt. Körülbelül másfél kilométer hosszúságban kap új aszfalt burkolatot az itteni terület, és hát ennek én képviselőként természetesen nagyon örültem, és a jövőben, amennyiben lehetőség adódik rá, természetesen a folytatás mellett fogok lobbizni és érvelni. Ez pedig már a Tóth Árpád út. Ennek aszfaltozása szerdán befejeződött. Az autók azóta a kátyuk kerülgetése nélkül tudnak haladni az új úton. Gödrös volt, meg mennyire töredezett volt, ahogy képes most nagyon szép lett, nagyon jó rajta haladni az autóval. A Tóth Árpád úton 360 méter szakaszon került új burkolat az útra. Már csak az útburkolati jelek felfestése van hátra. Hát látni, hogy már az autók halkan suhannak itt el hátunk mögött. Én nagyon örülök neki, hogyha a város fejlődik, és annak örülnek ugye a lakók is, örülnek a városban érkező vendégek, vásárlók, hivatalbű ügyintézők, és büszkévé tesz engem, hogy ez az utca is újra szép arcát mutatja, és a lakosságnak köszönöm szépen a türelmét, hogy ezt a pár napos határidőt kibírták, és akkor az zajtól, meg az elzárással, a problémákkal együtt tudtak élni. A terület önkormányzati képviselője azt is hozzátette, hogy az út elkészülte, utána munka nem áll meg. A következő elképzelés az, hogy a jelenleg kihasználatlanul álló betonozott terület az üzletház mellett parkolóként hasznosul majd, újabb lehetőséget adva az autósoknak arra, hogy meg tudjanak állni járműveikkel a Tóth Árpád út mellett. A közelben tanuló diákok és az arra közlekedők biztonságos átkelését hivatott segíteni az az okos zebra, amelyet az Attila út és az Alsóvárosi körút kereszteződésébe telepítenek hamarosan. A gyalogátkelő a burkolatba süllyesztett világítótestek segítségével hívja majd fel az autósok figyelmét az áthaladókra. Itt vagyunk a Tompa Mihály Református Általános Iskola szomszédságában, az Attila út és az Alsóvárosi körút kereszteződésében. Itt található egy gyalogátkelőhely, amely biztosítja a gyerekek átkelését, biztonságos átkelését reggeli és a délutáni órákban. Óriási forgalom zajlódik le, mint láthatjuk itt mögöttünk, autók jönnek, mennek, és mindenképpen hasznosnak tartjuk az okos zebra ide telepítését erre a városrészre. Kazincz Barcika város önkormányzata és a Szociális Szolgáltatók Központ együttműködésében új kezdeményezés indult. A Barcika Park munkatársai a szociális intézmények udvarán kivágott fákat feldarabolták és kiszállították a rászoruló családoknak. A kiosztásra kerülő mintegy 20 köbméter tűzifa 20 család számára jelent majd segítséget a következő téli időszakra Herbolyán.
Új kezdeményezés indult Kazincbarcikán. A szociális intézmények udvarán kivágott fákat kapják meg a rászorulók. A támogatásban részesülő családok kiválasztásánál az alacsony jövedelem és a több gyermekesség volt a fő szempont. Ola Erzsébet 5 gyermekkel él, és a hidegebb időszakban általában fával fűt. Nagy segítség! Szükség van azért rá, még tavasz van, ilyen hűvösebb időszak, szeszélyes az időjárás. Nagy lehűlések vannak ugye éjszaka a nappalhoz képest. A KSZSZK folyamatosan támogatja a hátrányos helyzetű családokat, különösen Herbolyán. A szolgáltatások között szociális blokkok állnak rendelkezésre, és a családok anyagi helyzetének javítására is törekednek. A mostani tűzifaosztás egyszeri, de a szervezők reményei szerint rendszeressé válhat. Herbolya városrész az köztudott, hogy sajnos egy meglehetősen szegregált terület. Itt elég sok hátrányos helyzetű ember él, és hát nyilvánvaló, hogy itt a tűzifára is szükség van, különösen majd a téli időszakban lesz erre szükség, és hát ez a héten kiosztott tűzifa, ez a következő téli időszakra lesz olyan állapotban a tüzelő értékét, illetve a kiszáradását tekintve, hogy fűtésre is alkalmas lehet. A tűzifát teherautóval juttatják el közvetlenül a családok otthonába a Barcika Park Kft. Munkatársai. Több méterenként és 20 forduló, itt van a címlálunk, úgyhogy szuper, kolléganő segít mindenben. A tűzifa kiosztása és a családok támogatása fontos lépés a helyi szociális gondoskodás terén, hiszen segítséget jelent a rászorulók számára. Egy évtizedes múlttal rendelkezik mostantól a Kincsem napközi. 10 éve ugyanis, hogy a fogyatékos fiatalokról gondoskodó intézmény a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ tagja lett. Az ünnepségen nem csak torta, hanem színes műsor is várta az ünneplőket. Ezzel a születésnapi dallal köszöntötték egymást is a Kincsem napközit a jelenlévők. Klimon István alpolgármester ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy 10 év alatt mennyi minden történik egy ember életében, mennyi minden megváltozhat. Ugyanakkor a Kincsemben az odafigyelés és a gondoskodás ez idő alatt sem változott meg. Akik elkezdtek itt dolgozni, ugyanolyan lelkesen dolgoznak a mai napig is. Azok, akik újra elérkeztek a dolgozó közösségébe, át tudták venni ezt a szeretetet és kedvességet, ami jellemzi a Kincsemet, és bizony-bizony én nagyon sokszor szoktam mondani, hogyha én jövök hozzátok, sajnos nem tudok mindig itt lenni veletek, bár ilyen szeretettel tényleg sehol nem fogadnak engem, mint ahogyan ti. 10 év telt el azóta, hogy a Kincsem napközi a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ intézményrendszerében kapott helyet. Kollégákkal, munkatársakkal, ellátottakkal, szülőkkel, hozzátartozókkal, kezdetektől fogva fantasztikusan jó viszonyt sikerült kialakítani, és hát azt tudom mondani, hogy az egyik égköve jelenleg is az intézményrendszerünknek ez az ellátástípus, hiszen ide csak be kell jönni, meg kell ismerni ezeket a fiatalokat, találkozni kell velük, és hát azok az energiák, azok az őszinte mosolyok, azok a fantasztikus élmények, amit egy ember itt szerezhet, az azt gondolom, hogy magáért beszél. Az ünnepségen a társas táncok és a bűvészet is porondra került. Neszándeli Gyula amatőr bűvészként szórakoztatta a közönséget. Jó lesz az! Jó lesz! Összesen 30 fiatalról gondoskodnak itt jelenleg, akik reggeltől kora délutánig hasznosan töltik szabadidejüket. Ez a kebeszláté. Csihon Attila egyik kedvencét mutatja. Gyakran ezekkel a versenyautókkal játszik. A Kincsem napközibe szoktam számítógépezni, meg mozsongozni a számikártyákkal. Igen, meg a legókat leszoktam szedni, és akkor be szoktam parkolni, meg szoktam mutatni, hogy kell csinálni. Zarika a farkaszeri buszokat vezetni. Az ünnepség végén megérkezett a torta is, amelyen a kerek évfordulót a születésnapi gyertya is jelezte. Egy nappal a Magyar Költészet napja előtt április 10-én lépett fel Kazincbarcikán Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere a Mezei István Művészeti Központban. Történetei és dalai, amelyeket egy szál akusztikus gitárral kísért, mind-mind saját életéről vallottak. Ilyen nagy tapsal fogadta a kazincbarcikai közönség az énekes gitáros zenészt.
Mezőmisi mesélő. Ez a címe önálló estjének, amelyre nagyon sokan voltak kíváncsiak a Mezei István Művészeti Központban. Olyan sztorikat fogok megosztani a tisztelt nagy érdeművel, amivel én szembesültem, találkoztam, megéltem. Ezek hol viccesek, hol elgondolkodtató mély sztorik, és hát ezeket az eseményeket különböző stílusú dalokkal fogom tűzdelni. A gyerekkoromtól napjainkig, az autentikus cigányzenétől a spanyol zenéig, a magna cum laude dalain keresztül a Budapest bárig, és dicsőítő dalokat is fogok játszani. Elég színes lesz. És tényleg színes lett. Ez a dal például ahhoz a történethez kapcsolódott, amelyből kiderült, hogy Dobozon, szülőfalujában hogyan kapta meg első hangszerét a jó búza termésnek köszönhetően. Mindig nagyon szerette az autentikus cigányzenét, és már 10 évesen kijelentette, hogy belőle bizony zenész lesz. Inspiráló történetek és dalok hangzottak el Mezőmisi rendhagyó előadó estjén, a Magyar Költészet napjához közelítve Kazinc Barcikán. Az elmúlt 55 év alkotásaiból válogat Szatmári Király Ádám fotóművész visszatekintő tárlata. A művész több mint 100 fotóját, hagyományos és digitális technikával készült képeit a Mezei István Művészeti Központban állították ki. A kiállítás egyben része annak a programsorozatnak is, amely Kazinc Barcika 70. születésnapja előtt tiszteleg. Amikor már az erdélyi sok fotó egy fotóba jött elő, és egy fotóba bírtam megformálni, ez például ugye az erdélyi faragások, festmények, és ugye a harangláb. Mutatja a Magyar Fotóművészek Világszövetségének életműdíjas fotóművésze egyik kedvenc alkotását a tárlaton. Összefoglalóan azt mondhatjuk, ami a címe is a kiállításnak, hogy egy visszatekintő. Tehát itt 1970-es évek elejétől végig itt vannak mostanáig azok a képek, amiket ettől ötször ennyi képből kiválogattam nehezen, mert ugye így is elég zsúfolt lett a kiállítóterem. Portrék, zsánerképek és többek között aktok kaptak helyet Szatmári Király Ádám kiállításán, akit a Nemzetközi Fotóművész Szövetség is elismert, itthon Proúrbe Kazinc Barcika díjjal tüntették ki, és Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat is kapott. A kiállított képek jól tükrözik művészi fejlődését. Nevezetesen, hogyan jutott el az eseményfotótól a díjnyertes művészi fotókig. Bocsássák meg nekem, hogy a megnyitó beszédem egy kicsit személyes fordulatot vesz, de erre predesztinált nem csak a közel 50 éves ismeretség, hanem a 16 év közös munkahely is. A kiállítás címe visszatekintő, melynek alcíme lehetne a Diapresstől az EFIAP Goldig, avagy a pajtás fényképezőgéptől a 16 megapixelig. A kiállító teremben több mint 100 alkotás kapott helyet. Digitális és hagyományos technikával készült képek sorakoznak a falakon, izgalmas áttekintést adva az elmúlt 55 év színes világából. Ádám évtizedek óta nagyon meghatározó személye a kazincbarcikai kultúra ezen részének, ami a fotót illeti, és a kamerakörön keresztül évtizedek óta ragyogó munkát végez. Nem csak ő, hanem a tanítványai és azok is, akik együtt dolgoztak vele. Szatmári Király Ádám portréiban is megragadja azt az ihletett pillanatot, amelyből nem csak történetek rajzolódnak ki, hanem maga az ember is. Ezt a tudást igyekezett átadni tanítványainak is. Más látásmódban mutatta meg a természetet, az embereket. Nekem leginkább az emberek fotózása tetszett, nekem az volt a kedvencem. A visszatekintő tárlat május 9-éig látható a Mezei István Művészeti Központban. Mentsétek meg Color Cityt, szabadítsátok ki az unikornist a téridő fogságából. Ez a végső célja a szabaduló szobáknak és a játékos feladatoknak, amelyet a Kazinc Barcikai Szociális Szolgáltatók Központ csapata hozott létre az új közösségi térben.
A felső tagozatosok és kísérőik a város múltjáról is tanulhatnak, és számos izgalmas feladattal találkozhatnak, ha átlépik a dimenzió kapukat. A Kisvarga testvérek, Levente Liliana, Dominik és nagymamájuk sikeresen kiszabadultak. De nem csak ők kerültek a játék során a téridő fogságába. Az unikornis eltűnésével összekeveredett a téridő kontinuum, nyoma veszett a boldogságnak, kikaptak a színek és tovább szállt a jókedv Polar Cityből. A múlt szobában mindennek jelentősége volt. Az itt lévő információkat kellett úgy újraegyesíteni, hogy az megnyithassa az ajtót egy másik dimenzióba. Ez a csapat nagyszerű munkát végzett. Nagyon szuper, kiszabadultatok, nagyon ügyesek voltatok, itt van a pódis, és eleményesek voltatok, mert belekarcoltátok lakattal. Ez pedig már a jövő szoba, ahol átlépve a dimenziókaput, a mesterséges intelligencia is bekerült a játék menetébe. Figyelni, keresni, összerakni és együttműködni egymással. Ez volt a szabadulás kulcsa. A legjobb szoba szerintem a jövő szoba volt. Ott valamennyire egy picit ijesztő is volt, mert egy tévén volt kivetítve egy szerintem egy ilyen úgymond ijesztő fej. Ez pedig már a jelen szoba, ahol az utolsó feladat az időkapu lezárása volt. Így az unikornis is kiszabadulhatott. Óvoda és iskolai szociális segítőként nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szervezünk közösségi programokat, ugyanis ezzel a gyerekek hasznosan tudják eltölteni a szabadidejüket, pont ez a program is a tavaszi szünetre esett, illetve szeretnénk, hogyha megmaradnának a szobák, a szabaduló szobák egészen az év tanév végéig, úgyhogy várjuk iskolai csoportok jelentkezését is. A szabaduló szobák az Építőkutya 15 szám alatt az új közösségi térben várják mostantól a játékos feladványok kedvelőit. A Diákolimpia labdarúgás vármegyei elődöntőjének adott otthont Kazincbarcika, ahol a környék legtehetségesebb fiatal sportolói mérték össze tudásukat április 9-én. A versenyen összesen 120-an vettek részt, akik 12 csapatot alkottak. A cél az volt, hogy a legjobbak jussanak tovább a vármegyei döntőre, amelyet április 15-én és 16-án rendeznek meg Encsen. Mindegyik korosztálynál három csapat képviseli a saját körzetét. Vannak ugyebár a második korcsoportos fiúk, harmadik korcsoportos fiúk, negyedik korcsoportos fiúk és a harmadik-negyedik korcsoportos lányok. Városunkból, illetve Edelényből és Ózdról érkeztek csapatok április 9-én a Kazincbarcikai Sportközpontba, hogy kiderüljön, ki juthat a megyei döntőbe. A verseny szervezése a Magyar Diák Sportszövetség szabályai szerint történt, ahol a sorsolás véletlenszerűen döntött el, hogy melyik csapat melyik ellenféllel mérkőzik meg. Abban az esetben, hogyha a labda kimegy oldalt, és úgy kell játékba hozni a labdát, akkor a kapus nem dobhatja át a túloldalra, csak a saját térfelünkön lepattanva mehet át a labda túloldalra. Egy gyors eligazítás, és már kezdődhetett is a játék. A résztvevők és a szurkolók egyaránt izgatottan várták a mérkőzéseket, hiszen a tét nem kisebb, mint a továbbjutás és a sportban rejlő lehetőségek kiaknázása volt. Én 6 éve focizok, és az egyik osztálytársam a másőbe szólt, hogy próbáljam ki, és azóta megszerettem. Úgy jöttünk le ide a csapattal, hogy mindenféleképpen nyerni kell, és be kell húzni a 6 pontot. Egyéb taktikánk nincsen, fürgős játékot szeretnénk okozni a pályán. Béres Csaba a Kazinci iskola testnevelő tanára és a Kazincbarcikai testnevelő tanárok munkaközösségének vezetője szerint a helyi sportolók magabiztosan tekinthetnek a kihívások elé, hiszen a múltban már több országos bajnoki címet és dobogós helyezést is elértek. Nem egy, nem két csapatunk az elmúlt 30 évben országos bajnok volt, országos dobogós volt, országos döntőre rengeteg csapattal eljutottunk, fiúkkal is, lányokkal is, sőt még a teremfutballban, a futsalban is van országos bajnok csapatunk. A kazincbarcikai sikerek folytatódtak, hiszen mind a fiúknál, mind a lányoknál a harmadik-negyedik korcsoportban győzelem született. A gyerekek remek játékkal hoztak dicsőséget városuknak és iskolájuknak. A győztesek a megyei elődöntőből továbbjutva Encsen folytatják a küzdelmet a vármegyei döntőben, április 15-én és 16-án. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Elkészült a Tóth Árpád út, a Kazincin pedig már aszfaltoznak.
Jubileum. 10 éve gondoskodik a fogyatékkal élő fiatalokról a Kincsem napközi. Képekkel ír történetet. Megnyílt Szatmári Király Ádám fotóművész tárlata. Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk. Címünk szerkesztőség@barcikaart.hu. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket a Csilladiva töltöztette.